Yes, Augusztus 20-án nem csak ünneplünk, mert uh, ugye van mit ünnepelni, hiszen uh, a legenda szerint uh, ekkor alapították a magyar államot. Uh, maradjunk most ennyiben, mert amúgy uh, is muszáj rölg, nem. mert tudtam, hogy a Nibiru videóval egy picit belenyúlok megint a zavarosba, és uh, persze kaptam fehé, feketét, fehéret, meleget, hideget. Nagyon érdekes volt, hogy. Uh, volt egy hozzászóló, ott is hagytam, tehát megnézhetitek, aki tételesen felsorolt, hogy én miben tévedek, és azon röhögtem könnyesen magam, hogy annak idején én is bölcsészkart végeztem. Nagyon-nagyon vidám kis ordítozások szűrődtek ki mindig Cegléri professzor úr dolgozó szobájából, amikor Komoróci Géza időnként meglátogatta őt, és akkor üvöltözve veszekedtek és volt szerencsém abban a körben tartozni, aki, aki hát első kézből kapott információkat a Sumérnak nevezett, nem Sumér egyébként, ö, dolgokról, ami abszolút titkosnak számított már akkor is. Na mindegy, szóval de annyi, tehát konkrétan vicces. Tehát tényleg vicces, ez ugyanaz a vita, mint a finnugristáknak a vitája. Tehát igen, a magyar az finnugor nyelv, és igen, és az, hogy köze nincs az egyiknek a másikhoz ö, szerkezetileg, hogy, hogy a magyar egy ősnyelv, egészen más etimonok alapján működik, és akkor most, most akkor tessék, a nyelvészek is megtámadtak. <laughs> Minden. Tehát ezek, a, a, ezek olyan nagyon vicces dolgok is leperegnek belőlem, úgyhogy, ja, hát a csúcsa az volt, vagy hogyha elolvassátok a hozzászólás ott hagytam, mert tényleg nincs értelme, tehát annyit mondtam csak, hogy jó ez pont ugyanaz, de azért egy, egyre itt válaszolok, csak már tényleg nem volt értelme írásban, hogy azt mondja az illető, hogy horoszkópikus asztrológia, 2500 éve van csak, és akkor a ezeket, a, ezeket a következtetéseket teljesen értelmetlen. Nem, kedves barátom, pont ez a lényeg. Az a lényeg, hogy már akkor is személyre szólóan a királynak szólt, meg a király fiainak szólt. És hogyha neked nem tetszik, Tónia Bringát, mert engem nem érdekel, azt se érdekelt, hogy asszírológus vagy, nem érdekel, hogy kitanít, nem érdekel, hogy mit tanít. Bocs, 30 valahány éven van abban, hogy ezeket a dolgokat olvasgatom és gondolkodom rajta, és leszűrtem a saját konzekvenciáimat. Neked nem tetszik, told el a bringát, ennyi. Na, sokkal fontosabb dolgunk van, ugyanis ugye beszélnünk kell a bidirekciós fényszögekről, tehát visszatérve augusztus 20-án pontosodik be, egy úgynevezett bidirekciós kvinkungs ugye a kvinkunks az a 150 fok, most uh, itt felkínál uh, felkínálom a lehetőséget a hagyományos asztrológia tanulóknak, akik szerint ezen fényszők, az a, a karma viszont igen, mert ugye ott van ez a, tulajdonképpen az aspektus, az annyit jelent, hogy látás, tehát szembenézés, látás, ugye, uh, és úgy uh, így nem tudnak egymással szembenézni, teljesen mindegy, mert a két uh, karma fényszög, az pont ilyen. Egyébként az benne az izgalmas, hogy az érdekes, hogy a 30 fok az pont, szem, tehát az pont ellent ennek a szabálynak. Itt inkább arról van szó, hogy nem tudtak rá akasztani annak idején semmilyen olyan magyarázatot, hiszen a horoszkópikus asztrológia azért maradhatott fönt, mert bevezet a római katolikus egyház oszája alá, az egyház pedig azt mondta, hogy nincs lélekvándorlás. Hát akkor, ha nincs, akkor pedig ugye ezek a szabályok, amiket mi a karmaszlógiában használunk, az nem használható. Tehát innentől kezdve abszolút érthető, hogy miért nem nyúltak bele ebbe a darásfészekbe az asztrógusok, és a hagyomány sem. De visszatérve a fényszögekre, Ö, nagyon lényeges tudnotok azt, hogy a bolygóknak ugye kétféle mozgásuk van. Van a normál mozgás, az előre, és van a hátráló mozgás, ez akkor történik meg, amikor a Földről nézve egy olyan szakaszba érkeznek, ez általában a nap ö, ö, és a másik objektum oppozíciós helyzetéből szokott következni, hogy egész egyszerűen nem tudunk ellipsziseket ö, ö, érzékelni innen a földről, tehát úgy látjuk, mintha megállna az égit, először lelassulna, megállna, majd hátrálna. Ugye most a Vénusz csinálja ezt éppen ezt a hátrálást, és ö, ezek az égitestek a karmasztrógia szabályai szerint rendszerint sérültek, mindenféleképpen befelé hatnak, és valamifajta fajta karmikus sérülést jelölnek. Értelemszerűen a két fényadó, a nap és a hold nem tud hátrálni, tehát a nap és hold fényszögek azok, hogyha a másik égi test retrográd, akkor bizonyosan bidirekciósak lesznek. Tehát itt van ugye a képletünk, és akkor a, ugye meg is adtam nektek a, a, a definíciót. Tehát egy bidirekciós fényszögni az egyik égítés direkt, a másik pedig retrográd. A monodirekciósnál pedig mind a két égítés vagy direkt, vagy retrográd, ezeket nevezzük. Ezeket nem szoktuk címkézni, csak magyarázatként ö, ö, oda adtam nektek. Na, nézzük meg a pillanatot. Ugye ez valamikor a reggeli órákban 9 óra 31 perckor lesz tűpontos, ami azt jelenti, hogy előtte, utána egy-két nappal azért ez a ez az energia, ez hat. Önmagában is a nap fényszögek, azok mindig valamilyen fajta tisztánlátást, valami fajta belelátó képességét, miszticizmust, művészi képességek felébredését hozzák. Én ma hajnalban nagyon sok minden elgondolkodtam, megint hajnali négykor ébredtem természetesen, és akkor így anyáztam, mert most még sötét, vagy már, már sötét van és nagyon érdekes dolgokat gondoltam végig a saját életemről, hogy mennyi mindent nem tudok az édesanyámról, meg az édesapámról, hogy mi nekünk nem lehetett föltenni kérdéseket. Tehát így, így egészen döbbenetes dolgokról nem tudok róluk, nem a kapcsolatokról is. Ugye most már egyik sem él, és... Eszembe nem jutott megkérdezni, mert amikor érdekelt volna, akkor nem lehetett, és utána meg már nem érdekelt. És tulajdonképpen marhára sajnálom, hogy ez így elveszett ez a tudás, de hát most már így alakult. Na nézzük meg a télidő pillanatot Budapest, Budapesten. A mérleg emelkedik méghozzá a hold-aszteroidalilit együttállással. És akkor egyébként azt lehet látni, hogy a lilitek megint nagyon aktívak ebben a képletben, hiszen a nap még mindig együtt áll, ugyan már távolodó együttállásban a fekete holdilittel a transplutót éppen beérte a sötét holdilit, még mindig ott van ugye a Merkur palaszaténi mars hármasság, a Merkur most már kezd konkrétan lelassulni, tehát a mars meg éppen előre rohan, tehát, de ez a hármas energia ez még mindig ott van, tehát ugye a palaszaténi a bölcsesség, a Merkur a normál kommunikáció, a normál hagyományos locsogás, hogy úgy mondjam, a mars pedig a, a verekedés, és a, így nagyon érdekesen ezek párjai egymásnak, tehát a Merkur párja a Palaszaténének is, mint gondolkodásmód, vagy mint kommunikáció, bölcsesség versus hagyományos locsogás, és a Mars is párja a Palaszaténének, mert a Palaszaténé a, a honvédelem, a Mars pedig a támadó hadműveletek. És a három létnél ugye az aszteroid a a lázadás az igazságtalanság ellen, ez van tű pontosan az asztendensünkön, tehát lehet lázadni. A sötét hold a, a, az átok magunkra vétele, akkor is megcsinálom, és azt csinálom, amit akarok, hogyha te engem ezért megálltkozol. A, a, fekete hold lilit pedig a visszatérek az édenkedbe, ahonnan elmentem előzőleg magamtól, mert dolgom van, mert át kell adnom a tudást Évának, aki egy fabrikált minőség, nem teremtett, hanem nem teremmény, hanem egy Csinálmány, tehát stb. is. Látjátok, hogy a Merkur, vagy a Vénusz az még mindig retrográd. Ugye a, az Astrokarma programban a retrográd testeket a magentával jelölik, és most jó sok minden retrográd, most elég sok minden befelé hat. Ugye a Neptunusz, Saturnusz, Pluto, Vénusz, hát a holcsomók azok természetes módon retrográdok. Megint közeledő együttállás van a Vesta Astrea között, ez egész évben a rendelkezésünkre áll, ugye fókuszálás a sors változtatása. Kezd tűpontos lenni a felszálló holcsomó Eris konjunkció, a, és még mindig ott van a T-kvadrát, ugye a, 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 a karma ez a Plutó és a holcsomó között, ez már egy kicsit távolodik, mert a holcsomók gyorsabbak, mint a Pluto, tehát növekszik köztük a távolság. Viszont az Eris felszálló, az ennek az évnek az egyik fontos karmasztrógiai fényszöge felszállója, az éppen esedékes sorsfeladatunk, az Eris pedig a drasztikusan megváltozó külső körülmények, és ez a felszálló már a kosban van, és a következő másfél évben a kosban is marad, ami azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk támadni, meg kell tanulnunk verekedni, meg kell tanulnunk megvédeni magunkat. Ö, egyébként én valahol ezt a világállom és csinálom, baromira unom, és tényleg, hogy mondjam, tényleg megkérlek veleteket, ha, ha nem érdekel, ne nézzetek. Rengeteg minden van, amit lehet nézni, és sok energiát rakok bele ezekbe a videókba. Ezeket a kis rajzokat megcsinálni kb. három óra. Tehát, hogyha én, én az időmből, ami egyre kevesebb, adok három órát arra, hogy a rajzokat elkészítsem, másik felet, hogy megírjam, és másik 20-30 percet, hogy elmondjam, akkor tisztelj meg azzal, hogy nem kötekedsz. Tehát nem kell, nem kell nekem tudni, hogy neked mi nem tetszik, és nem kell, hogy neked tetszen, amit én mondok. Hála Jóistenek, rengeteg asztrológus van, nézzétek őket hajrá. Ha meg tetszik, és örülsz neki, annak, azt meg, annak, annak meg én is örülök, mert ezért csinálom. És akkor még egy dolog van, ugye a Vertex az irányíthatatlan folyamatoknak a pontja együtt áll a Keironnal, a karmikus sebek kentaúrjával, majd lesz egy Keiron felszálló holcsomó pont együttállásunk is hamarosan, és majd, majd sokkal később lesz Keiron Eris is, tehát az az igazság, hogy ez a hadakozás, ami most megy, ami a világurainak rendkívül jól jön, hiszen teljesen lepusztítják Európát, teljesen kiherélik, tehát Európa egy bénakacsa lesz a következő tíz évben, ipar nélkül, erőforrások nélkül, tudatlan tömegekkel, akik gyakorlatilag törnek, zúznak, mert elkeseredettek, mert nem azt kapják Európától, amit beígérnek nekik a különböző soros szervezetek, az őslakosok meg meghunyászkodva próbálnak túlélni, és hát, hát ha ezt, a, ez, ezt adoptálod, ezt a fajta viselkedést, akkor nem fogod túlélni. Mert az a horda, akit ránk öntöttek, az sokkal tudatosabb, sokkal erőszakosabb. Vannak fegyvereik, van öntudatuk, van vallásuk, van hitrendszerük, ezekünk mind nincs. Tehát elég szarulálunk ebben a, ebben a versenyben, pedig tényleg erre kéne koncentrálni. És most tehetetlenek vagyunk a karmikus sebeinkkel, de szerencsére itt van ez a bidirekciós finkunks, és akkor most jön egy érdekesség, akik tőlem tanulnak karmasztrógiát, azok ezt mint tudják, hogy ugye a kvinkunks az egy nagyon fura fényszög, nem csoda, hogy nem tudtak vele mit kezdeni a különböző iskolák, ugyanis vagy úgy működik, mint egy trigon, tehát áldással, békességgel, csodálattal, harmóniával, ott van magától, minden szuper. Vagy pedig úgy, mint egy kvadrát, vagy egy opozíció, ütközéssel, nem, meg nem értéssel. Úristen, hogy mondhatod ezt? Hogy gondolhatod ezt? Például, hogy a párkapcsolatok között van kvinkunksz. Viszont... A bidirekciós quincunx az mindig úgy működik, mint egy trigon. Tehát most ez a napneptunusz bidirekciós quincunx pontosan olyan, mintha egy napneptun trigonunk lenne, ami egyébként ugye múlt hónapban volt. Tehát folytatódik ez a belső tisztánlátás, nem egy ahaérzés, nem a bevillanásszári megvilágosodás. Tehát nem arról szól a dolog, hogy Aha, most már megértettem, hanem ez a szép, lassú gondolkodók róla, több rajta, megvilágosodom, álmodok ezzel kapcsolatban, jön egy jel, vagy jön egy, egy üzenet, és akkor megértem, tehát ez a fajta megvilágosodás kapcsolódik a nap Neptunusz bidirekciós kvinkunkhoz, egy egyébként az összes nap, tehát jó Ugye a probléma az, amikor például kvadrát van, hogy nem látod, akár mennyire szeretnéd, nem látod, és akkor ideges vagy, és akkor fölemelgeted a köveket, és, és, nem látod. Na nézzük azt a komplex fényszőképet, képet, 26-28 fokon kirajzolódik, Láthatjátok, hogy elég sok résztvevője van, de szedjük ízekre. Van két mozdonyunk, az egyik egy kardinális föld, Mars Plutó felszálló Eris. Ugye a kardinális földmozdonyok azok rendkívül jó hatás hatásfokúak, ugyanis a földi síkon a józan praktikus minőségben tudnak kardinális indító erővel teli hajtóerőt biztosítani a dolgoknak. Ugye a Mars Plutó az egy eléggé erőszakos cucc, tehát de itt egy, 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 földtrigon, tehát itt, 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 azért lehet teremteni alapvetően. A felszálló eris szintén egy eléggé erőszakos dolog, de hát ezt elmagyaráztam az előbb, tehát itt tulajdonképpen ez egy hatalmas hajtóerő, hogy a földi síkon valamit elérjünk. A kardinális tűzmozdony, az pedig ugye a nap-fekete-holt konjunkció, a plutó és a felszálló eris konjunkció között feszül, a trigonas az tűzjegyekben van, és ráadásul dupla ö, állásokkal, hiszen a két végpont, az mind a kettő két-két entitást kapcsol bele ebbe az alakzatba, és ö, ugye mit csinál a tűz? Egyrészt ö, ö, transformál, ez az egyik legfontosabb szerepe, a másik három őselemet képes teljes mértékben átalakítani, Ugye a földből lávát csinál, a vízből gőzt, a levegőt meg felhasználja a saját táplálására, tehát elhasználja tulajdonképpen. Ugyanakkor pedig a tűz az inspiráció, az intuíció, a kreativitás eleme is, nem véletlen ezért képes. Tehát azért intuíció, meg azért inspiráció, meg azért kreativitás, mert mindent átalakít maga körül, mert képes átalakítani a dolgok a meglévő dolgokat. És a kardinális itt megint ugye az erőt adja. Ha jól megnézitek, akkor ez tulajdonképpen egy olyan trapéz, talán lehet látni, aminek az oldalai, tehát ezek, ez, ahogy ez a két mozdony egymásba kapcsolódik, csak ö, azt már bonyolult lett volna leírni, de gondoltam, hogy elmesélem nektek. A talapzata egy kvadrát, tehát egy nagyfokú feszültség. Az oldalfalai trigonok, tehát fölmászni, macerás, olyan pici ez a színpad, ez csak egy szemiszexi, ugyan már, de a belső kényszer az viszont karmikus. Tehát ez egy érdekes trapéz minden esetre. A bumerang, látjátok, itt van egy gyönyörű bumerang, aminek a tengejét a mars és a Neptunusz opozíciója adja. Én ezt a grálovag vagy a Don Quixote fényszögnek szoktam hívni, ugyanis harcolni kell mars valami szent cél érdekében Neptunusz, ami a nehéz fényszögeknél konkrétan Don Quixote, aki a szegényként a szélmalommal harcol, mert azt hiszi, hogy ott van az ellenség. Tehát ez egy ilyen szélmalomharc, és a... Ö, a bumerángnak a szárai, azok egy kis angyalszány, tulajdonképpen felszálló, naplilit, és ugye az apexnél van a mars, tehát minden a, ez a horgonypontja ennek a dolognak, hogy ez a kiért, miért küzdjek, van-e értelme különböző ideológiai küzdelmeket végezni. Van, gyerekek, nagyon érdekes, hogy hogy most kezd felébredni a világnak a normális része, hogy álljon már meg a menet. Itt hűítetek bennünket mindenféle LMBTQ-szarsággal, meg klímaszarsággal, meg, meg mit tudom, hagyjatok már békén bennünket. Tehát most azt látom, hogy mintha, mintha, mintha elkezdett volna a tudós társadalom is egy picit föllépni az őrület ellen. Ahogy mondom, ez pontosan olyan, mint a boszorkányüldözés kora, akkor is milyen kómában volt az, az, emberiség, és elhitte ezeket az őrült dolgokat, és aztán szépen visszaállt a rend. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez a tévidő pillanat, itt ezzel a bidirekciós kvinkunkszal, ami ugye belső látás biztosít, talán meglódul valami, és talán a normális hangok egy kicsit fel fognak ébredni. Bár Vera Jurova megint kitett magáért, mert most ő megint kiállt, hogy nem, a vallásokkal szemben meg kell védeni az LMBT út, hajrá, végyed meg, kedves börtöntörtelék Vera Jurova, ugyanis kínosan ügyelnek arra, hogy az, az Európai Unió vezetői azok vagy megvásárolható emberek legyenek, vagy már megvásároltak, vagy megzsarolhatóak legyenek, és ezért tudják ezeket az őrül dolgokat véghez vitetni velük. Aztán ott van még egy sorsúja, aminek az Apexe a nap, fekete hold, és ugye a Neptunus és a Plutó között ismét kialakulóban lévő sextil az, ami összekapcsolja ezt. És akkor mutatok nektek még egy aranyos kis masnit, a masni akkor érdekes egyébként, ezt azért utaktam utoljára, hogy ha semmit nem találsz, de masnikat igen, ugyanis nézd meg, ez tulajdonképpen egy. egy úgy néz ki, ez egy négyszög, ugye? Tehát nem misztikus négyszög, hanem az oldalait karma keretezik, és, és tehát a kétféle karma a belseje pedig természetesen opozíció, minden ilyen négyszögnek a belsejei azok általában opozíciók, tehát az opozícióknak az egyébként kivetíthető feszültsége kerül így nem kivetíthető állapotban, mert higgyétek el nekem, hogy a karma azok meg fognak mozdulni. De mivel ugyanazok a résztvevők, itt nem fogom nektek elemezni, hogy ez most miről szól. Na nézzük a transzenderségi testeket. A napon rengeteg minden van, először is még a leszállón, nem a leszállón, bocsánat, nézzük a, 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 hogy hívják ott a, mert kezdhetjük a leszállóval, kezdhetjük végül is, miért is ne? A leszállón ott van Kassandra, igen, nem akar, tehát ez egy ilyen freudi bekapcsolás volt, hogy ugye is mégis mozog a Freud, szoktam mondani Bogára Cibácsi, hogy ő itt a Kassandra jön elő. Ugye a leszálló holcsomópont mit, mit szimbolizál? Azt, hogy mi az, amit tudunk, mi az, amit behozunk magunkkal előző inkarnációk során, mik azok a vérekező mechanizmusaink, amikkel meg tudjuk úszni a sarokba szorítottságot. Itt a mérlekben azt kell mondjam, hogy hát ö, ö, bepróbálunk jó pofik lenni, meg kiegyezni, meg ö, Ugye meg kéne tanulnunk a harcot, kosfelszálló, de abszolút elképzelhető, hogy ebben a másfél évben nagyon kevesen fogják ezt felvállalni, és a többség az beleáll a járomba, és lehagyja a fejét, és azt mondja, hogy jó, persze, persze, hajlandó vagyok bogarakat enni. Van egy zseniális videó fönt a, a YouTube-on, egy pár perces, ahol egy kutyának próbálnak sült bogarakat adni, és a kutya így szolgolgatja, és így rázza a fejét, vagy hát így nem. És akkor valahogy bepréselőnek a szájába egy darabot, amit így, így forgat a nyelvecskéjé, és ezt egy fogja, és kiköpi undorral. Na most, hát a kutyának több esze van, mint nekünk, valószínűleg igen. Tehát ö, miért érdekes itt a Kassandra? Azért, mert ebben a téli van Kassandra-ként kellene működnünk, lehet, hogy senki nem fog nekünk hinni. Lehet, hogy ugye Kassandrának az volt az átka, hogy azt a... Na, Apolló napisten, aki előzőleg egyébként ö, tisztánlátást adott neki ajándékba, hogy elbűvője a lányt és elcsábítsa. Kaszandra erre nem volt hajlandó, kikosra azt a napistent, és ezért a napisten megátkozta, hogy jó, van, nem vehetem el tőled azt a képességet, amit egyszer neked adtam, de elronthatom, és se, senki ne, ne figyeljen rád, és senki ne higgyen neked. Tehát ö, nem volt véletlen az, hogy a a COVID-dal az idősebb generációt próbálták meg kiirtani. Ugye ott volt a legnagyobb számban a halálesetek, halál ott voltak a legnagyobb számú halálesetek, tehát a 65 pluszos generációban, akiknek abóvó rengeteg bajuk volt, tehát ugye ez a vírus ez az azért volt ö, hát nagyon kegyetlen, mert Isten igazából egyrészt elpusztította azokat, akiknek az immunrendszere rossz volt, másrészt pedig azokat, akiknek alapvetően volt egy hogy is hívják, ez komorbiditás, tehát egy olyan betegségük, amikbe ábóhú bele lehet előbb-utóbb halni, na most ezeket a folyamatokat gyorsította föl ez a, ez a jó kis ember csinálta vírus, Azért, mert akkor kipusztul egy olyan generáció, aki még emlékszik, aki még érti a régi dolgokat, aki például átélt egy-két háborút, vagy gazdasági válságot, aki nem hisz az újságoknak, nem hisz a tévének, nem hisz a, a manipulációnak. Ezeket szépen el kell tenni lábelül, és akkor majd jöhetnek az ifjú titánok, ugye most Németországban 16 évre akarják levinni a választókort, nyilvánvalóan miért, mert nyilvánvalóan őket lehet a legjobban bepalizni, és az öregek azok ugye természetrombolók, és pazarlók, és mit tudom én, micsodák. Na, a Kassandra, az pontosan azt jelzi, hogy hiába beszélünk mi idősebbek, akiknek van valamennyi, hogy mondjam, tapasztalata, nem fognak nekünk hinni. Tehát akárhogy is vesztük elő mindezokat a dolgokat, amiket tudunk, nem fognak nekünk hinni. Na ezek után nézzük a, na a nap, fekete holdili konjunkciót, egyrészt a fekete holdon ott van Viktória, a nap azon már áthalad, de azért mivel ott van a konjunkció, természetesen hat rá, tehát a győzelem, és az uránia, még mindig ott van a napon, ami pedig ugye a, 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 az égi dolgok, tehát a például az ö, és van egy kentaur, pontosan ez egy TNO, és egy adhaféra nevezetű álló csillag. Az adhaféra, az az oroszlának a zétája, az oroszlán sörénye, egyszer már bemutattam nektek, de gulizzátok meg, és akkor meglátjátok. És mi a sörény? A palástja a királyságnak. Tehát az a fajta szimbólum, az a jelképminőség, amivel az uralkodást mások előtt is lehet uh, mutatni. Tehát ez nagyon nagyon lényeges, hogy az egész oroszlán csillagkép, azt tulajdonképpen a a királya a különböző állomásait és aspektusait mutatja be, és az adhaféra az a látszólagos minőség, amivel én kiállok a világ elé, hogy mutatom külsőleg is, hogy én bizony uralkodom. És a szílanúnam, vagy sílanúnam, nem tudom, hogy egyik ki, ez egy ilyen inuit zárójel, az inuitoknak az a PC, pontosan az eszkimóknak a PC neve az Inuit, tehát ezek eszkimók, csak ezt már nem szabad valamiért használni, nem tudom, hogy miért egyébként, semmi, ne, na mindegy, nem tudom. Tehát, sose értettem a pc nem is akarom érteni. Azoknak egy ilyen teremtés Isten, Szíla, az égisten, aki a dolgok mozgató minőségéért felel, tehát ami megmozgatja a dolgokat, nullam pedig létrehozza a földi minőséget, a föld, tehát ég és föld, tehát az a fajta kettősség, ami, ami alatt nekünk működnünk kell. Tehát szükségünk van arra, hogy a földi dolgokat is észleljük, és helyre rakjuk, és működtessük, és szükségünk van arra is, hogy az égi minőséggel együttműködve, arra ráhangolódva tudjuk a törvényszerűségeket megoldani. Tehát bizonyos fogi jelentétet is jelent, ez egy nagyon érdekes binális objektum, majdnem akkora a gyanúnam, a a, a, a színának, a fő objektumnak, és nagyon szép képek vannak, hogyha megnézitek, milyen az a képek. Tehát mutatja egyértelműen, hogy a kettő egyszerre van szükségünk. Aztán a Marson ott van Sisyphus, a hiába való felesleges rabszolgamunka, amin most éppen, hát ezt látod a fronton, a Galahad a lovagiasság, egy nagyon érdekes, ugye most Zelenszkinek volt egy ilyen be, 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 jelentkezése, ahol ugye mutatják a, a Kievben partizó fiatalokat szemben, ugye a bajtársuk koporsóját cipelő katonákat, és ez egy iszonyú, egy iszonyatos kontraszt. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy hogy, hogy, ennek véget kéne vetni, tényleg véget kéne vetni. Tehát egy olyan genocidium folyik most az ukránok ellen a saját vezetőik által, akik belementek ebbe a háborúba, ahelyett, hogy kiegyeztek volna az oroszokkal egyébként NATO sürgetésre, tehát pont ugye nemrég jöttem haza Angliából, és mondtam az angoloknak, hogy Boris Johnson kéne háborús bűnökért elítélni, mert ha ő nincs, akkor ki kiegyezik az oroszokkal, csak ö, ugye ez a kretén, ez ráparancsolt parancsolt ö, hogy ha harcolja majd ők, minden támogatást megadnak, mindig ezt csinálják, mindig bepariznak valakit, aki kellőképpen buta és becsvágyó egyszerre, ö, hogy ö, azt mondják neki, hogy nyugodtan harcol végig, majd mi adunk pénzt, paripát, fegyvert, csak te harcolj. Hát ö, most itt tartunk. És aztán ott van még Dione, ugye az a, ö, a, a Zeusnak az első feleség, az ártatlan ö, boldog szerelemnek a minősége, hát elég vegyes a Marsnak a transzendenségi testek által sugalt minősége éppen. Plutón, ott van Orius és Amikus, Szásztor elmondtam, nem fogom még egyszer elmondani, a felszállón pedig Héraklész, ugye a felszálló Eris konjunkció, ott van Héraklész a hős, tehát ott van lehet a lovag, Héraklész a hős, ez a mostani téridőnek az energia mintázata. És aztán, amit itt nem mondtam, mert tudtam, hogy hamarosan fogom, ugye négy négyszöggel szoktam bekarikázni nektek a felezőpont szerkezeteket, ez már ott volt egy ideje, ezek, együtt mozogtak ezek az égitestek tulajdonképpen, most már jó ideje, és most hurá, tűpontossá vált, éppen ezen a bidirekciós kvinkunkszos napon, valahol megtalálom majd, itt vannak az uránusznak a felezőpont szerkezetei, tehát hogy értsétek, mi is az a felezőpont. Mert ha ennyire közel van, akkor nagyjából szemmel látható, hogy aha, tényleg egyenlő távolságra van az uránusztól, egyrészt a Szedna, szédarabolódás általi teremtés, másrészt a Jupiter, ugye a nagy szerencse expanzió optimizmus bolygója. Tehát mit is jelent ez, hogy a jelen téridő az uránuszt, a változásokat, a robbanásszerű változásokat, káoszt, anarchiát és szabadságvágyat, a Szedna Jupiter határozza meg, a szedna a szétdarabódás, a Jupiter pedig az áldással és, és expanzióval megtöltött minőség. Tehát ez, ez, ez az egyik. A másik viszont, ugye, van egy ilyen felezőnk is, hogy Lilith felszálló, illetve, vagy Lilith, miért mondtam Lilith, tehát Vesta felszálló, illetve Vesta Eris. Tehát mind a kettővel ott van a felező, azért uh, itt csak három csík van, de igazából négy felezőnk van, hiszen itt egy konjunkció található. Tehát fókuszálj a sorsodra, mondja itt, a, a változások úgy élhetők el, ha ráfókuszálsz a sorsodra, és ráfókuszálsz a drasztikusan megváltozó külső körülményekre is egyaránt. Akkor tudod meghozni azokat a döntéseket, amire szükséged van a változásokhoz. És ott van még egy, látjátok, ez például nagyon-nagyon nehéz lenne megtalálni. Azért húztam be nektek ezt a vonalat, mert ugye a felező azok olyanok, hogy Isten igazából négy felező pontunk van, a szemben lévő, és a, a kvadrátpontok is, mert ez egy gömb, és itt a távolabbi felezőhöz van közelebb ez a Plutó palaszat, de teljesen mindegy, ott nincsen semmi, tehát ott nincs égítés, tehát az uránusnak a felezője ez is. Ha pedig egy opozíció lenne ott, és pontos fényszögek lennének, akkor fényszökként vagy konfigurációként értelmeznénk, tehát ezt csak akkor értelmezzük így, de majd mutatom, mert nagyon érdekes, mert vannak fényszögek is, hogy, tehát akkor, általában akkor ö, ö, fordítjuk le külön is, hogy értelmezzük, hogyha egyébként nincsen fényszög, mert a fényszög mindig erősebb, mint a felezők. felező pont egy, egy plusz eszköz, tehát azt látod a valakinél, vagy saját magadnál, vagy a párodnál, vagy a gyereketnél, hogy hú, van egy ilyen tulajdonság halmaza, vagy van egy ilyen becsípődése, de nem látom a képletben, hogy ez mitől lenne, akkor nézd meg a felezőpontokat, mert lehet, hogy ott találod meg a magyarázatot, különleges képességekre is. Tehát a palaszatérné Plutó pedig ugye okosan transformálj, akkor fogsz tudni változtatni, hogyha transformációt hajtasz végre. És akkor ez az, amit meg akartam nektek még mutatni, hogy van itt egy ilyen érdekesség, lehet, hogy nekem ezt lejjebb kéne vennem, hogy lássatok, nem mindegy remélem, hogy látható így is, vagy lehozom ezt. Nem tudom, ne, nézegettem, nézegettem, és nekem a, egy ilyen rovar szárnya jutott az eszembe, hogy azért, mert most megnézem ezt a videót, és annyira rögtem, hogy egy kutyát nem lehet becsapni, de nézzétek meg tényleg valami, mint egy rovarszárny. És rengeteg fényszög van ebben a felezőpont szerkezetben, ha megnézitek, tehát kicsit ellentmondok annak, hogy ezek a felezőpontok, ezek, ezek tulajdonképpen lényegesek, hiszen ott vannak a fényszögek maguk is. Na most egyetlen fényszög fog itt abszolút ki lógni a sorból, ugyanis az összes többinél megvan a pár. Tehát nagyon érdekesen ott vannak a párok, tehát most nem fogom még egyszer elmesélni, mert ugyanazt jelentik, hanem itt az Uranus Vesta 30 fok, ugye, ez a fókuszálja a változásra, Ott nincs meg a másik oldalon az angyalszárny, tehát a, a, a szextil ott van, az, a decilek ott vannak, az ugye 36 fok, viszont a 30 fok az nem, nem ö, 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 jön létre, sem az Uranusz felszálló, sem az Uranusz erisz között. Tehát érdekes módon ott nem, nem jön létre. Egy decil létrejön, de nem a 30 fok. Itt viszont a, ha kicsit növeljük az orbist, akkor létrejön. Tehát ezek, a, ezek az érdekességek, a ö, egyszerűbb Ebben az állásban természetesen egyszerűbb a felezőpont szerkezetet ö, megnézni. Na most itt viszont, hogyha ránézel, akkor tulajdonképpen azt látod, hogy a trigonok és a kvadrátok mellett, tehát ugye a két hagyományos fényszög mellett, és ezt a semi kivéve, meg, ja, bocsánat, azért van a veszély és az, a. Ö, a szedna között egy szextil, ez megint fókuszál, ugye a, a általi teremtése, csupa-csupa szellemi fényszög van, köztük van decil, a decil a 36 fok, ez a profizmus, van a kvintil, nem is tudom, hogy van-e, azt hiszem úgy látom, hogy nincs, csak a hogy hívják van, bikvintil van, ez a 144 fok, ugye ez a módosult tudatállapot nem az a decil, bocsánat. Na, kezdjük előről. Tehát csak az, az, azért akartam egy pillanatra, mert mintha lett volna valahol Quintinem, de ezek szerint nincsen. Tehát a decil, az a 36 fok, kis dével jelöljük, az a profizmus. Általában valami olyasmit jelöl, amit te nagyon jól tudsz csinálni. Van egy rejtett jelentés, és ezt most nem fogom elmesélni, vannak erről videóim, úgyhogy majd megnézitek. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy valamit sokkal jobban csinálsz, mint az átlag, de te nem tartod olyan különlegesnek, mert így kirázod a kis ujjadból. Aztán van a quintil, big quintil, mind a kettő tehetséget, genialitást mutat. A quintil az az hétköznapi általános tehetség, ami kialakult és ö, meg tudod mutatni. A big viszont egy egész inkarnációs szikluson keresztül begyűjtött, tehát egy jóval magasabb szintű be, tehetség és genialitás. És van a Ö, negyedik fényszöge ennek a fényszögcsaládnak a tri decél, ugye háromszor a decél, ez a ö, 108 fok, ez pedig a módos új által megjelent, megjelenített képességek és tudás. Ezek mind nagyon zseniálisak. Mi a probléma? Az, hogy a decil sorozat vagy fintil sorozatban nincs energia. Még érdekes módon a legkisebb változatuk a a decil, a 36 fok, ami profizmus szimbolizál, azt tud, az tud, megnyilvánulni, csak azt meg nem becsüli senki, vagy lehet, hogy a külvilág becsüli, de aki azt nem becsüli, és az összes többi pedig rá kell jönnöd magadtól, hogy aha, nekem van egy ilyen képességem, akkor használni is kéne. És éppen ezért tartom fontosabbnak ebben az esetben a felezőpont szerkezeteket, ugyanis azok, azok megnyilvánulnak. Tehát még a, a kvintil vagy decil sorozatnál neked kell megnyilvánítani, neked kell megtanulni, megmozgatni ezeket a fényszögeket, hogy működjenek. A felezőpontok működni fognak, minden esetben működnek, egész egyszerűen, mert létrejön az a mozgató energia, ami ilyenkor szükséges. És mindez az uránuszé, ez érdekes, mert egy pár héttel ezelőtt volt már egy ilyen hasonló helyzet, hogy az uránusznak volt egy csomó felezőpont szerkezete, akkor éppen egy vízöntő asztendensük volt, így az uránusz előlépett kép, tehát képetet mozgató, tehát születés urává, mondhatjuk ezt így, bár nem, tehát itt igazából nincs fizikai születése, de mindegy. Itt viszont az uránusz nem töltött be különösebben fontos szerepet, viszont változik a világ. Tehát ez az egész mostani változás az uránuszhoz köthető, ugye sokszor elmondtam, hogy ez a, ez a tény, hogy a, a, a Mikában van, pontosan az szedi szét, az cseszi szét, ami eddig a, a, a biztonságunk, a harmódiánk volt, és nagyon-nagyon résnél kell lennünk azért, hogy nehogy az legyen, hogy kihúzzák a szőnyeget a lábunk alól. Az az igazság, hogy nem fogják. Ha Ahogy repültem haza Londonból, pont egy ablak melletti ülést kaptam, és néztem ki az ablakon, és nagyon sokáig figyeltem a tájat, fáradt voltam, és nem volt kedvem olvasni, és egész egyszerűen néztem, néztem ki, és néztem Európa fölött, hogy milyen elképesztő mennyiségű föld, folyó, fa, virág, minden, virágot nyilván nem láttam meg fájni, de egyáltalán ezek a területek, ugye mert hiszen magasról csak a hegyek látszanak, meg a, a szántóföldek, még a városoknál is csak ilyen makettek látszanak. És mégis az volt az érzésem, hogy nem fognak ezek győzni, gyerekek. Tehát higgyétek el, nem fognak. Tehát nagyon sajnálatos, nagyon-nagyon sajnálatos, hogy ma az egyetemek tele vannak reténekkel. Gazemberek tanítanak tisztelet a kivétellel, és buta tahók járnak oda. És be van adva nekik, hogy ők a feltörekvő új ifjúság, és majd ők megreformálják a világot. De buták, az a szerencse. Tehát az a szerencse, hogy rettenet buták. Úgyhogy egy idő után tényleg csak ki kéne őket lökni a vadonba. Én nagyon sokszor azt mondtam, hogy a kedves liberális barátomnak, barátaimnak, ugye, amikor a 90-es évek elején nagy jogvédők elkezdték ugye, abszolút ö, a cigánságot a magyarság ellen helgelni, hogy figyelj, én leviszlek téged Zalába, ott van egy zsákfalu, nem mondom a nevét, 90 ban cigányok lakják, meg nagyon öreg emberek. Bedoblakod a téged, a hátizsákoddal együtt, a telefonodat inkább hagynála, mert, mert gyakorlatilag ö, elveszik egy perc alatt, tehát semmi értelme, én legalább megőrzöm, és három nap múlva visszamegyek érted, és kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni. Ez azóta nyilván változott, hála a jó Istennek, de akkor a hergelés miatt iszonyatos nagy ellentét volt a cigányok és a magyarok között, és ez soha nem bocsájtom meg a pesti liberális értelmisémre. Soha. Mert a, a, vidéki rokonaim azok ennek az elszenvedői voltak. És ugyanezt látom mindenütt, tehát, hogy vannak ezek a, ezek a, ezek a profétai hevülettel megáldott kretén idióták, akik meg akarják változtatni a világot, nem kell más tennünk gyerekek, csak visszatérnünk azokhoz a szabályokhoz, amikről tíz éve, öt éve még tudtuk, hogy igazak. Ennyi, és ezért nem fognak nyerni hosszú távon. Na, kellőképpen kidöntem magam, úgyhogy hajrá tisztánlátás ez a jelszó tartós béke. Sziasztok!